következő előadásunk a latex és szilikon maszkok kiegészítők a cosplayhez. Előadja Drake! Hatalmas tapsot neki is! Köszönöm és sziasztok! Azt ígérték, hogy kapok pointer, de így akkor majd... Aha. Hogy ide ebbe a sarokba irányítsa. Aha. Ide lentre. Oké. Akkor mégis meglett. Hát sziasztok, először is bemutatkoznék. A polgári nevem Koltai Csaba, alias Drake. Igazából körülbelül másfél-két éve foglalkozom ezzel, és azt a megtiszteltetést kaptam, hogy tarthatok itt nektek egy kis előadást szilikon és latex maszk kiegészítőkből, illetve hogy ha úgy van akár, és éreztek magatokban annyi kihívást, komplett maszkokról is. De nézzük is, miből áll az egész. Hát ugye különböző folyamatok vannak, mindjárt a legelső a testrész reprodukciója. Először csak így végvezetem, és akkor utána kifejtem az egészet, hogy mi az, ami... A következő a mesterdarab készítés, amiről fogok beszélni. Aztán a formavételezés. Maga a kiöntés folyamata, hogy hogyan néz ki, illetve milyen anyagokat érdemes, vagy hogyan használni. Maga a festés, mert azért nagyon nem mindegy, hiába van egy nyers darabunk, azért annak valahogy ki is kell nézni. Végül a tárolás, mert nem elég megcsinálni egy dolgot, mint ahogy azt a jelmezeknél is. Ezt tárolni is kell megfelelőképpen, hogy azért az ember mégis többször fel tudja ezt venni. Na, de akkor kezdjünk is bele. Igazából a legelső témánk a testrész reprodukciója. Kérdés, miért is van rá szükség? Én nagyon fontosnak tartom azt, hogyha például egy maszkot készítünk, az azért illeszkedjen a fejünkhöz. Főleg maszkoknál lényeges, kiegészítőknél annyira azért nem lényeges. De a maszkoknál azért elég nagy szerepe van, ugyanis nagyon nem mindegy, hogy kötözött sonkák vagyunk benne, vagy az tényleg úgy passzol a fejünkhöz, ahogyan az kell. Nagyon nagyban befolyásolja az egész látványát a dolognak. Anyagok. Hát ugye különbözőféle anyagok vannak igazából, amivel lehet a testrészeket reprodukálni. Ebből igazából ki is fogok térni kicsit bővebben, hogy ezek mégis hogyan néznének ki. Biztonságtechnika. Mai világban azért ez sem mellékes, hogy figyeljünk azért a saját egészségünkre. Mint tudjátok jól, ez nem csak a jelmez készítés során, hanem azért itt a maszkoknál is nagyon figyelmet kell, hogy kapjon, ugyanis a saját egészségünkről van szó. Végül is a folyamatok. Nézzük! Az anyagok, amikkel lehet a testrészeket reprodukálni, főleg, hogyha mondjuk kisebb, egyszerűbb testrészekről van szó, vagy hogyha mondjuk csak egy olyan fejformát akarunk készíteni, ami csak nagyjából kell, hogy passzoljon a fejünkhöz, és nem kellenek rá az apró részletek. Az egyik ilyen nagyon jó és viszonylag elég olcsó dolog a gipszpólya. Igen, sokan kérdeztetitek, ez ugyanaz a gipszpólya, amit az ember, mikor eltörje kezét, lábát, ugyanaz egy az egyben. A másik ilyen anyag az alginát. Erre javarészt akkor van szükség, hogyha mondjuk ténylegesen nagyon-nagyon részletes dolgokat akarunk, hogyha olyan jellegű maszkot akarunk készíteni, ahol mondjuk ténylegesen szükség van arra, hogy akár a szemünk, akár az orrunk, illetve a szánkvonala teljesen 100%-ig látható legyen, vagy akár mondjuk egy kézforma levételnél is mondjuk nagyon nagy jelentősége van, és nagyban egyszerűsíti a dolgot. Hát maga a folyamata a gipszpólyának, itt egy nagyon jó barátomat látjátok, amint éppen egy formát veszek róla. Maga a folyamat igazából úgy néz ki, hogy egy kétrészes öntőforma készül, bár attól függően milyen testrészről van szó. Itt általában ez a legcélra vezetőbb. Igazából elkezdjük felvinni magát a gipszpólyát először hátsó részre, hogy mindenképpen minél kevesebb kellemetlenséget okozzunk az egyénnek, aztán az első rész. Igen, látjátok itt, hogy mivel nem saját magamról csináltam, elég nehézkes. Tehát ebben az esetben, hogyha saját magatokról szeretnétek egy ilyen mellszobrot, hogy díszítse a pincét, vagy akár a kertet, akkor mindenképpen kell hozzá segítség. És íme itt a végeredmény, tehát teljesen jól látható az, hogy a fő vonások minden teljes egészében látható, tehát erre már elkezdhetjük azt a munkát, amit a későbbiekben igazából tényleg tudjuk azt mondani, hogy
100%-ig pontos lesz. Ugye a másik ilyen az alginát forma. Ezt igazából úgy kell elképzelni, hogy mint egy szilikon, annyi a jelentősége, hogy ez egy totál természetes anyag. Ha jártatok fogorvosnál, már biztos találkoztatok vele, ez a csúnya anyag, amit a szátokba raknak és a fogmintát leveszik róla. Hát, hogyha a folyamatot nézzük, igazából ezt úgy érdemes, hogy pusztán vízzel összekeverni, egy megfelelő méretű vödörbe belerakni, kezünket, ha belerakjuk, 5 perc alatt teljesen keményre köt, az ember kiveszi a kezét, mint azt, hogy láthatjuk, bár képen annyira azért nem látszik, az összes erezet, akár új lenyomatot is lehetne venni igazából az egészről. Nagyon sokan használják akár ajándéktárgy készítésre is egyébként. Mesterdarab készítés. Igazából ez egy elég komplex folyamat. Itt ugye többféleképpen lehet eljárni, attól függően milyen végeredményt szeretnénk elérni. Hogyha az előbb említett két módon veszünk mintát, akkor értelemszerűen nem ezt a fajtát fogjuk választani. Ez egy könnyített folyam a jelmez készítésnek, főleg, hogyha mondjuk a testünknél egy picit nagyobb darab termetű dolgot szeretnénk csinálni. Nem tudom, sokan azért nem ismertek, aki ismert, az elmúlt évben, mint teknős, Teen Ninja teknős találkozhatott velem. Íme a folyamata, hogy igazából ez hogyan nézett ki a teknősnél, egy szivacs alapra volt az egész, míg ellentétben az összes többi másikkal, mint az, hogy azt az összes többi képen is látjuk, igazából az adott formára lett agyagozva, és erről lehet igazából egy totál pontos mintát venni, hogy mégis hogyan szeretnénk a maszkunkat elkészíteni. Tehát mikor már megvan maga a gipsz form, vagy az öntőformánk, amit ugye megcsináltunk és levettünk magunkról, utána arra akár ugye lehet agyagozni, vagy gyurmázni ki az, amit preferál. És igazából, hogyha tényleg elértük a kellő hatást, és azt mondtuk, hogy jó, akkor ez olyan, amilyet szeretnénk, akkor jöhet ugye a következő folyamata a maszk készítésnek, ami nem más, mint a formavételezés. Hasonlóképpen zajlik itt is a folyamat, mint az előbbiekben. Annyi különbséggel, hogy itt nem teljes egészében gipszpóját használunk, hanem vagy szimpla gipszet, egy kis cementtel összekeverve, bár nem kötelező adalék. Akkor az előbb, amiről szó volt, hogy magát a sablonokat, amiket megterveztünk, átrajzoljuk pusztán szivacsra, és utána magát a szivacsot mondjuk be bármilyen jellegű rugalmas anyaggal. A jelen esetünkben ugye vagy a latex, ami egy nagyon jó dolog, vagy pedig ugye egy kicsivel drágább maga a szilikon, viszont egy picivel tartósabb is. Ugye ezzel a módszerrel igazából tényleg tudunk magunknak olyan testrészeket csinálni, hogyha tudjuk magunkról, hogy vagyunk 20 kilósak, de szeretnénk 120 kilósaknak tűnni, akkor ezzel a technikával nagyon könnyedén meg tudjuk azt csinálni, hogy tényleg egy drabális állatnak vágyunk. Viszont van egy hatalmas nagy hátránya, hogy nagyon-nagyon meleg. Viszonylag nehéz benne mozogni, illetve egyképpen kell hozzá segítség az embernek, hogy bármi más egyéb dolgot el tudjon végezni. A másik folyamat, amit ugye a legelején beszéltünk, hogy mesterdarabot készítünk valamiről, ez igazából maga az agyagozás, ugye, hogyha már tényleg megvan a fejformánk, vagy akár egy kézforma, vagy akár csak pusztán az arcunkról, vagy a testünkről egy lenyomat, akkor arra igazából nagyon könnyedén lehet agyagozni. Jó, mit jönnek azok a dolgok, hogy de én nekem soha nem megy, soha nem próbáltam. Meg kell próbálni. Mindenkit arra biztatok, hogy tényleg teljesen nyugodtan próbálja meg. Nagyon-nagyon egyszerű. Az ember nem tudja elrontani. Elrontod, fogod magadat, elkened, veszel le belőle, újra raksz rá. Tehát igazából nem nagyon bonyolult dolog, ami ennek tűnik. És ugye, hogyha már tényleg elértük azt a kellő formát, ha jól emlékszem, tényleg itt hagytuk abba, akkor azt mondhatom, hogy tényleg megcsináljuk ugye magát az öntőformát, amit ugye többféleképpen lehet. De ugye az sem mindegy, hogy mit akarunk utána belőle csinálni. Hogyha tényleg egy latex vagy szilikon dologgal akarunk dolgozni, megcsinálhatjuk tényleg nagyon egyszerűen akár gipszből magát az öntőformát. Itt igazából maga a forma, amit készíteni akarunk, befolyásolja azt, hogy most hány részes legyen. Értelemszerűen minél bonyolultabb egy forma, annál több részes öntőforma szükséges hozzá, hogy megcsináljuk az öntőformáját, vagy hát igazából a negatívját ennek a dolognak. Tehát itt látszik pont a teknősömnek a keze, kettő félből
van megcsinálva, illetve ahogy látjátok, mind a kettőn, az egyiknél egy negatív, a másiknél pedig egy pozitív minta van, ez nem más, mint az illesztési pont. Erre nagyon oda kell figyelni az illesztési pontokra, mint minden öntőforma készítésénél, tehát nem csak ezeknél, hogyha a páncélról akarunk formát venni, vagy bárminél, hogy legyenek illesztési pontjaink. Ez nagyban megkönnyíti a dolgunkat, mert akkor tényleg a két forma igazából úgy fog passzolni, hogy annak kell. Illetve a másik fajta formavételezési dolog, itt nem csak szilikont vagy latexet tudunk használni utána, igazából bármilyen jellegű. Tehát utána magát a formát kiüthetjük, akár gipszel, akár műgyantával, vagy műgyanta és bármilyen más egyéb anyagkeverékével. Ez igazából maga a folyamat úgy néz, hogy nem gipszel öntjük le a mesterdarabunkat, hanem szilikonnal. Viszont itt felhívnám rá a figyelmet, hogy megint csak érdemes minőségi szilikont használni, mert tény, hogy a piacon kaphatók viszonylag nagyon jó áron szilikonok, de sajnos kívánt végeredmény nem olyan lesz. Egyszerű formáknál érdemes, bonyolultabb formáknál sajnos nem. Tehát mivel maga a szilikon azért csak úgy magában nem tartana, erre mindenképpen kell egy külső vázat, egy víjat csinálnunk, ami megtartja utána, hogyha a belső agyag részt kivesszük. Mindenképpen ugyanúgy lehet akár ugyanabból a gipszfolyás rendszerből, ugyanabból a sima gipszből csinálni, vagy akár megcsinálhatjuk műgyanta és üvegszál keverékéből is igazából ezt az úgynevezett héjat. De maga a kiöntés folyamata igazából, itt túl sok képet nem hoztam, mert igazából folyamatábra nehezen lehet készíteni hozzá. Itt megint csak attól függ, hogy az ember milyen bonyolultságú testrészt vagy mintát szeretne kiönteni. Most teljesen mindegy az, hogy latexről vagy szilikonról beszélünk. Hogyha egy sima egyrészes öntőformát, mintha például egy szarvat, vagy egy sebet, vagy bármi más egyéb extra kis pici testrészt akartok csinálni magatoknak, az értelemszerűen egy sima egyrészes öntőforma is elég, fogjuk, teleöntjük, felragasztjuk, és igazából már kész is vagyunk vele. Ugye a dolog ott bonyolódik, mint itt a képen is látszódik, ugye, hogyha már mondjuk egy kézről van szó. Hát ugye azért abba bele is kell bújni. Ugyanúgy, mint ahogy egy szilikon vagy egy latex maszkba is bele kell bújni. Itt igazából egy úgynevezett rotációs technikát szoktam használni, illetve én is ezt szoktam használni. Itt igazából maga a folyamat az, hogy az ember kikeni jelen esetben mind a két felet, az öntőformát egy vékonyan, összeöntjük vagy összefordítjuk a két formát, vagy mindegy, hogy hány részes az öntőformánk igazából, összerögzítjük jó erősen, hogy az tényleg egybe is maradjon, és akkor utána öntünk bele egy kis anyagot, latexet vagy akár szilikon, és akkor elkezdjük ezt szépen forgatni. Úgyhogy igazából folyamatosan figyeljük, hogy mindenhova jusson. Igen, ez egy nagyon-nagyon jó játék, és hosszú órák is eltelhetnek azzal, hogy az ember megkapja azt a megfelelő vastagságot, amit egy ilyen dolognál szeretne, mert mondjuk egy sebnél egyszerű, az ember felönti, ott hagyja, megszárad, kész. De így tényleg legalább egy 4-5 réteg az a minimum, aminek meg kell lennie, de így sem mindegy, hogy milyen vastagság van, illetve milyen anyaggal csináljuk ugye ezt a kiöntést. Értelemszerűen, mivel a latexel szeretnek az emberek általában legjobban dolgozni, mert árban jóval olcsó, mint egy jó minőségű szilikon. Értelemszerűen ott azért jóval több anyagra van szükség, jóval több rétegre, hogy megkapjuk azt a megfelelő tartást. Illetve vannak olyan testrészek, ahol mondjuk lehet, hogy elegendő egy vékonyabb réteg, és hogyha ezt a vékonyabb réteget belülről megerősítjük, mert azt mondjuk, hogy mondjuk olyan helyen van, hogy tudjuk azt, hogy nem kell, hogy hajoljon, és nyúljon együtt a testünkkel, akkor oda nyugodtan rakhatunk bele merevítést. Legtöbb esetben szövetet szoktam használni, vagy lehet hozzá használni igazából szinte majdnem bármit, amit találtok otthon. Az a lényeg, hogy tapadjon bele a text, és kicsit szövetszerű legyen, és ezzel meg lehet erősíteni olyan dolgokat, amire azt mondja az ember, hogy legyen vékonyabb réteg. Én például a teknősnek az ujjainál, ahol vannak ezek a kikoródó részek, mint hogy megnézzük a tenyerünket is, ugye vannak vastagabb, erősebb pontok. Én ide például fogtam és simán vattát. Vékony vatta réteget az ember beleáztat ebbe a latexes dologba, belerakja, megvárja, még megköt, és akkor még egy kis vatta réteg. És ez a két-három réteg vatta réteg mondjuk ezeknél a pontoknál ad annyi tartást, hogy az ember tényleg mégis erősebbnek érzi, ahol meg kell, hogy hajoljon, mégiscsak hajolni akar. Szilikonnál ugye nem kell ezekre figyelni, szilikon ugye alapból nem vékonyan öntjük, hanem hogyha két-három rétegbe öntjük,
vastagabb és sokkal ellenálló, sokkal szilárdabb az a felület, amit kapunk. Tehát annál ezt a fajta támasztást igazából, vagy extra dolgot nem kell használni. Maradok még a kiöntésnél, mert ugye most ezt néztük, hogy ha ne adj Isten az ember azt mondja, hogy az egész testéről vesz egy lenyomatot valakinek a segítségével, azért az már egy kicsit jóval macerásabb dolog, illetve ezeket a nagy testrészeket is érdemes mondjuk több felé bontani, vagy ha azt mondjuk, hogy nem is ezt a fajta módszert használjuk, hanem amit előbb is láthatok a teknősnél például, amit alkalmaztam, hogy egy szivacsos megoldást, ugye ott nem mentünk semmit. Ott igazából felkenjük, vagy felvisszük magára a textíliára, vagy magára a szivacsra a textet, vagy a szilikon. Javaslom érdemes használni nem pusztán a... Elnézést! Ha azt a fajta technikát használjuk, akkor nem érdemes aztán a szivacsra rákenni a latexet, mert nagyon-nagyon sok réteg kell ahhoz, hogy eltüntessük a szivacsnak a szerkezeti anyagát. Ezért érdemes akármilyen ruhaanyaggal, lehetőleg rugalmassal bevonni. Mondjuk, ha egy lábat csináltok, tudtok egy cicanadrágot, ráragaszkodjátok a szivacsokat, ha elértétek a kellő izom tónusokat, fogjátok, felhúztok rá még egy macskanadrágot igazából, és akkor arra lehet az a rákenegetős játék egy jó 4-5-6-7-8 rétegben. És ugye a festés. Hát az az igazság, hogy ha akár szilikonról, akár latexről beszélünk, nagyon-nagyon oda kell figyelni a festésre, mert az, hogy van egy maszkunk, mégsem ilyen. Igazából abszolút nem mutat semmilyen formában. Nagyon kevés az az eset, ha azt mondjuk, hogy nagyon hófehér vagy anyagában színezett dolgok kellenek, ugye amilyen színe van az anyagnak. Igazából nagyon sokféle dologgal lehet festeni magát, akár a latexet, akár a szilikont, de mindenképpen javaslom, hogy vannak megfelelő pigmentek, amiket érdemes használni hozzá. Ha magát a teknős nézzük, igazából latex, míg a Skyrim Argonian maszk, amit csináltam, az pedig szilikon. Nagyon nagy eltérés van a kettő között. Ugye a teknős fej szintén ugye az előbb említett szivacsos megoldással készült, nagyon-nagyon sok réteg latexel. Itt igazából pusztán elegendő csak szimpla akrilfestéket is használni. A latexból, hogyha belekeverjük az akrilfestéket, lehet akár azzal is színezni, viszont felhívnám rá a figyelmet, hogy nagyban csökkenti az anyagnak az eltarthatóságát és a rugalmasságát. Tehát mindenképpen, amit például az Argonian masknál is használtam, ugye a szilikonnál, mindenképpen érdemes jó minőségű, tény drágák, viszont nagyon megéri a pénzét, vannak pigment festékek, amiből nagyon-nagyon kevés is elég. Tehát igazából akár a latexhez, akár a szilikonhoz lehet használni, lehet akár már az anyagában, mikor az első réteget felhordjuk használni a festést, és akkor nem a maga a latex vagy a szilikon alapszíne fogad, hanem mégis egy bázis szint elérhetünk vele. Aztán igazából ugyanúgy, mint akár az összes többi páncél, vagy bármilyen kiegészítő festésénél, itt is igazából rétegről rétegre, színről színre kell fokozatosan felvinni az egészet. Az a lényeg, hogy itt is ugyanúgy sajnos meg kell várni a száradásit, mint minden másnál. Sietetni lehet, de hozzáteszem, megint csak nem érdemes. Hát ugyanúgy, mint a festék esetében, itt is igazából el lehet gyorsítani, illetve van az a hőmérséklet, aminél érdemes az anyagokkal dolgozni, de nem érdemes semmit sem sietetni, mert ennek későbbiekben sajnos meg lesz a negatív eredménye. Megint a teknős kéz már lefestve. Tárolás. Az az igazság, hogy beszéltünk előbb, hogy ha kicsit az ember gyengébb minőségű festéket, vagy kicsit ilyen low budget alapon akarja megoldani a dolgot, és azt mondja, hogy nem veszi meg a drága pigmentet mondjuk a latexhez, hanem ő megelégszik azzal, hogy belerakja az akrilfestéket. Nagyon oda kell figyelnie rá, hiszen, mint az előbb is említettem, nagyban befolyásolja az eltarthatóságot, és igen. Érdemes tényleg akár a latex dolgokat, akár a szilikon dolgokat egyrészt napfénytől elzárva tartani. Nem azt mondom, hogy egy tök sötét pincébe rakjátok le, de közvetlen napfénynek hosszú időre nem érdemes kitenni, mert tényleg élettartambelileg nagyon megrövidül az élete. Illetve ami más
másodlagosan megint csak nem mindegy, hogy mondjuk egy mozgót hogyan tárolunk, tehát nem jó neki az hosszú távon, persze értem, rugalmas anyagról beszélünk, de azért nem jó összegyűrni és bedobni a ruhás szekrény legaljába, hogy egy dobozba belecsomagolni és akkor elrakni akárhova. Vannak rá akár pár száz, akár pár ezer forintos kiegészítők is, amiken lehet tárolni. Az egyik az egy hungarosz próbababafej, a másik akár egy rendes műanyag próbababafej. De hozzáteszem, hogyha már egyszer úgyis a saját fejformánktól vettük mondjuk a mintát, akár azt is ügyen, hogy felhasználhatjuk tárolásra. Érdemes, mert tényleg nagyon nem mindegy, hogy a ruhát is például összehajtogatva rakjuk be a szekrénybe, vagy csak úgy szó neki azt bedobni. Ugyanígy van ez a maszkokkal is. Egyszerű kiegészítőket igazából annyira sem precízen nem kell tárolni, mert mondjuk értelemszerűen egy sebhelyt az ember nem fog annyit kegyélni, mert tudja, hogy egyrészt munkában sokkal kevesebb, másrészt sokkal kevesebb helyet foglal. Igazából végére is értünk. Próbáltam azért szűkre szabni a dolgot, meg volt kötve a kezünk időbenileg. Ha bárkinek bármi kérdése van, remélem lesz, mert azért van, nekem is mindig vannak, akkor nyugodtan keressetek meg. Elérhetőséget találtok, ez itt a reklámhelye, szokták mondani. Nyugodtan bármilyen kérdés, óhaj-sóhaj jöhet. Nagyon szívesen válaszolok mindenkinek, sőt, szeretem is, hogyha az emberek kérdeznek, mert az azt jelenti, hogy igenis akarnak fejlődni is, és akarnak még többet tenni, még jobbak lenni a cosplayerjükben. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, sziasztok!